felkészültünk a mérkőzésre, az Aréna Subotica ellen, amit vasárnap fogunk játszani, és 3-0-ra fogunk nyerni. Trenirali smo na ponovnoj nedelji i očekujemo pobedu 4-0 u Subotici. A fiúk nagyon jól készültek, mindenféleképp győzelmet várok, mert jól ismerjük az ellenfelünket, többször játszottunk már velük, és sikerült őket eddig mindig legyőzni. Az első félidő sajnos 0-0 lett, volt pár jó lehetőségünk, amiket nem használtunk ki. Mindenek előtt azt kértem a gyerekektől most a félidőben, hogy gyorsítsák fel a játékokat, mert elég nehezen megy a labda a csapat részek között, aminek az oka egy kicsit a pálya és egy kicsit nagy a fű, de viszont nekünk ehhez alkalmazkodni kell is, és ezt kértem tőlük, hogy gyorsítsuk fel a játékot. Tehát minél többször tudjunk egy vagy két érintőből játszani, és jönni fog a gól. Nem a legjobban játszottunk, voltak jó helyzetek, voltak sok hibák is. Odigrali smo jednu onako dobru utakmicu, jer nismo iskoristili naše šanse koje smo imali. Dobar je bio protivnik, čestitke i njihovim igračima, a i mojim saigračima. Na dobrej utakmici. 0-0-t játszottunk, ugye maradt a fél idei eredmény igazából. Egy nagyon harcias ellenfelünk volt, amivel nem azt mondom, hogy nem tudtunk mit kezdeni. Nagyon sok jó helyzetet kialakítottunk, de valahogy a végén mindig hiba csúszott a gépezetbe. Tehát vagy az utolsó passznál hibáztunk bele, vagy már magánál a kapudelövésnél. Én azt mondom, hogy elégedett vagyok a gyerekek játékával. Az eredmény ez ugye nem tükrözi ezt. Sajnos ugye nem tudtunk nyerni, de viszont dolgozunk tovább, és megpróbálunk a következő mérkőzésen nyerni.